egy mém, ez egy mém, és csak valami kisé AI van benne, vagy ez kajak van valaki, aki Latyó-Bratyó néven zenél, és komolyan kéne vennem. Munkava benne nem szerencsés lettem, úgy szakadok be, mint Sebastian Vettel. Valami kell, akkor gyere és vedd el. Visszavágom, hogy te balizni nem mersz. Nézzelet azonnal tedd el. Valaki pofont, hogy csike ezt tedd el. Ha bűzti egy-kettő maffia flash-el. Nem. Az a baj, már kifejtettem. Ezt már rég kifejtettem szerintem, szóval. Engedem. Hell no. PGT team vár most rád, hisz a csapatom végre toppon már. Nem vagyok én egy nagy sztár, de a szövegem millióan fújják már. PGT team vár most rád, hisz a csapatom végre toppon már. Nem vagyok én egy nagy sztár, de a szövegem millióan fújják már. Hú, bazd meg, mit kreáltam? Ez mind az én hibám, vágod. Ez a szomorú az egész, vagy ez mind miattam van. Hát ez mind Gekko miatt van, lényegében. Gekko, azaz én, visszahoztam Magyarországra a legkirályabb dolgot, a Minecraft zenéket, gondoltam, hogy gyerekeknek gyártok majd zenéket, OTL amúgy a tagem. Ezt csináltuk például. A keverés az nem olyan jó rajta, meg ez meg a régi mikrofonommal van. Megmondtam, de ti nem hittétek, gyémántot kérlek, hadd intézzek. Szerintem nem értik, hogy hogyan. Mégis reportoltak engem sokan. A különbség köztük és köztem, hogy én egy fakarral legyőzlek. Tényleg nehéz a harcom köztem. Legit szarabb. Igen, csak ebben ez egy paródia, vágod. Ez meg nem egy paródia, ez egy teljesen komoly dolog akar lenni. Ez a különbség. De milyen fröccse, ja! Dől a lé, dől a lé, dől a lé, ja, ja. Repülünk fölfelé, fölfelé, ja, ja. Minecraft hacker mendegél. Senki nem segített, arról senki nem beszél. Arról senki. Mondják nekem, hogy ők tudták. Most már sokkal jobbat tudnék csinálni amúgy. Ezerszer jobbat tudnék csinálni. Most már sokkal jobban vágom a zenélést. Itt még csak próbálkoztam az FL stúdióval. Figyelj, hogyha ezt nem gyártottam volna le, akkor a PGT arcnak eszébe sem jutott volna Minecraft zenéket csinálni, mert nem látta volna, hogy ilyen kevés feliratkozóval ilyen sok megtekintést lehet szerezni. Mert ahogy ezt megláttam, onnantól kezdve csink, csink! Hello! I like money! Jöttek a money sign-ok, és megcsinált ő is. Egyedül megyek tovább, és nem érdekel senki. Egyszerű vagyok, tesó, nem tudok mit tenni. Tudom, sokszor te is lennél az én helyemben, de ez nekem jutott, tesó, nekem pedig nem! PGT team vár most rád. Hát amúgy szerintem erre lehetne tenni autótunt is, ez egy trap szám. Erre amúgy kéne. Vagy valami normális keverés. De vannak backing vokálok, az már valami amúgy. Nézzük, hogy... A mai videóban a videósoknak egy hatalmas nagy lépcsőre kell felmennie, viszont vigyázniuk kell, ugyanis valamelyik lépcső bizony csalás, ugyanis meg tudnak benne halni, és elveszik az egész küldetést. Ez fél hangerő, csak mondom. Hogyha szeretnél valakinek szurkolni, akkor már most válasz ki a kedvenc videósodat, és menjen a videóba, és nézzük meg, hogy vajon ki fogja túlélni ezt a hatalmas nagy küldetést. Levegővétel. Hát úgy kell elmondani az intrót, hogy egy levegővel mondod az egészet, mert különben a végén még átkapcsolják a videót, tehát egy TikTokra a kisgyerekek, és ez rossz lenne. Sziasztok, srácok! Ebben a mai videóban most meg fogom mutatni, ki tud lemenni a lépcsőn, vajon melyikünk lesz, aki le fog esni a lépcsőn, mennyire fog fájni neki, hogy le fog esni a lépcsőn, nagyon fog fájni neki, vagy nem fog fájni, annyira nézzük meg az intró után. Szóval sziasztok, srácok! Szóval én az arany lépcsőt választottam, aranyból nem lehet rossz, nem? Hát végül is arany, biztos, hogy jó lehet, de meglátjuk viszont srácok. Biztos, hogy jó lehet, de meglátjuk szerintem ezután srácok. Nagyon fontos, hogy léci, nyomjatok egy lájkot erre a videóra, és... Léci, nyomjatok egy lájkot erre, úgy kapkodj a levegőt. És iratkoztok fel, hogyha bíztattok engem, ugyanis 1000 lájktán jön a következő hasonló videó, illetve 200.000 feliratkozónál ki fogjuk rakni a YouTube-ra a gonosz Dani visszatértet, szóval ha várjátok, akkor mindenképpen iratkoztok fel, úgyis készre. Úgy beszél, mint a bohócok a cirkuszban. Hát igen, azért, mert egy bohóc. Hogy mi ez? Ez mi? Őt nem tanították meg arra, hogy hogyan kell beszélni. Amikor elmondasz egy mondatot, vagy vesszőnél tartasz, vagy pontnál, akkor van lehetőséged arra, hogy levegőt vegyél, és kitartson a levegőd a következő mondatig. És nem muszáj nagyon nagy levegőt venni ehhez, hanem elég egy kicsit is. Tehát nem így. Hanem csak úgy simán. Mert érdekes, amikor én beszélek, akkor nem hallatszódik, hogy hogyan lihegek. Ezeknek a videóknak vannak szkriptjei? Nincsenek. Ezt nem tudom, hogy ezt kidizájnolta amúgy.
Szeretnék beszélgetni vele amúgy. Egy baráti beszélgetésre elhívnám azt az embert, aki csinálta ezt a képet. Suliba, ilyen óra jó lenne? Vagy esetleg a szobádba? Csekkold le. Ki faszom venne egy órát? A nézői nem is tudják, hogy kell leolvasni, bro. Melyik a kedvenced? Lángos vagy hack? Igen, amúgy ezzel meg lehet hackelni a rendszert, hogy ilyen szarokat raksz ki. Ki ijesztőbb? Skibidi WC vagy kamerafej? Hát Skibidi WC sokkal ijesztőbb. Most már ezt is tudjuk a gyerekek szerint. Mi van még itt? Vakáció, már nincs sok hátra. De jó nekünk. Melyik fagyi a jobb? Vanília, csoki, egyértelműen a csoki. Ki a kedvencetek? Mikey, mert majdnem Majka. Hát nem. A kutya a kedvence mindenkinek. Ti féltek az óriás csúszdán? Nyáron te mit hordasz? Cipőt. Igen. Úgyhogy nagyon jók ezek. Úgy érzem magam, mintha ilyen Facebookos kvízen lennék. Mikor jön az eredmény? Tél versus nyár. Nyár, mert akkor van a vakáció. Ez egyértelmű, ez 90-10 lesz szerintem. Áh! Na, várjál. Figyelj. Ne! Tesó, elmúlt a szerencse, nem csináltam elég gyorsan. Bazd meg! Most csalódtam, de eltaláltam, az a lényeg. Pégíték vizekre pazaroltam a szerencsémet, az összeset elpazaroltuk erre, ahelyett, hogy ládát nyitottunk volna. Enebával nem volt bajom, G2-ával volt bajom sokszor. Enebával nem volt sose, ott már vásároltam tök sokszor, azért is fogadtam el a szponzort, mert úgy voltam vele, hogy igazából ennél autentikusabb szponzort, úgyhogy gaming tartalmakat is csinálok, nem nagyon tudnék elfogadni. A pénz az meg kell azért mindenkinek. Meg mostanában nincs is annyira sok motivációm földönni a streameket, aztán így videókkal úgyis többet foglalkozok. Most minden videóban lesz egy intro. Megmutattam, nagyon goofy amúgy. Várjátok. Nem hangos amúgy kicsit se. Olyan játékok, amikre igazán vágysz. Hú, bazzeg. Refplayes intro kellett volna, amúgy tényleg azt is. Lehet, hogy azt kéne megbeszélnem velük. Megtaláltam Mbappét. Soha nem bonts ki focis kártyákat, ha annyira háromkor. Sziasztok, srácok, kis üdvúrja itt a csator! Tudtam! Minden lakkomat erre baszom el. Ezekre a dolgokra. Na. Császtok. Örültem, hogy itt voltatok. Lesz még stream máskor is, nyugodjatok meg, ne aggódjatok, ez nem az utolsó volt. Vagy ha igen, akkor örülök, hogy ismertelek titeket. Na. Cső, all. Császtok. Jó éjszakát. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád. De ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.